Na, hello! Ismét itt. Most egy jó pár napot nem nagyon voltam aktív. Igazság szerint picit sok volt már így az RP. Nem a szeró, hanem maga az RP. Úgyhogy kikapcsolásképpen online-oztunk a srácokkal, meg R6-oztunk. Na, abból is lesznek majd érdekes összeállítások. De ma gondoltam egy olyat, hogy csak fel kéne nézni, hogy mégis mi a helyzet. Igen, megint hófehérek vagyunk, és lila a hajunk. Hát most egy sorozat cipő fellevétel következik. Aztán elvileg be kéne, hogy adja a dolgokat. Na mindegy, majd folytat, később megpróbáljuk újra, mert most érkeztem, ugye? Hát így fingom sincs, hogy amúgy mi a helyzet. Azt tudom, hogy van egy új haj. Ja, meg izé van, mi a fene? Piros-vörös riasztás. Oksa. Úgyhogy sajnálatos módon, de ezzel nem szórakozhatunk. Egy ilyennel viszont igen. Most azért vettem fel ezt a szettet, mert ezen nincsen sapka, és a hajat meg tudom nézni. Hopp! És sikerült. És a hajat meg tudom ezen nézni. Kiveszünk valami olyan autót, ami zöld. Ami lesz az Impala. Ja, forgalomvizsga is van a városba. 500 dollár egy hónapra. Hát mi nem fogjuk megcsinálni, szerintem. Sokkaljuk az árát, ezt az 500-at havonta. Oké, hogy az autó az egy fontos eszköz. El tudjunk jutni A-ból B-be. De nem, tehát 500-at biztos olyan fogunk költeni. Hali-hali. Na, császtok, srácok. Egy jó tipp, kocsival nem mászkálja, mert le fogják foglalni a kocsidat, szóval tenni kell azokra izét, forgalmit. Biciklizés van. Nekem is lefoglalták a kocsimat a benzinkútnál, mikor mentem haza, vágod? De miért foglalják le? Nem arról volt szó, hogy egyszer figyelmeztetnek? Nem tudom. Hát mikor megkérdeztem, azt mondta, hogy a főnökük azt mondta, hogy egyből le kell foglalni. Akkor nem megyünk autóval sehova. Meg jó, hogy mostankoltam meg. Még jó, hogy mostankoltam meg ezt a szart. Én nem tudom, hogy ennek mi értelme. De ez is, hogy nincs forgalom az autódon, és egyből lefoglalják. Hát, kösz. Szóval van itt biciklibérlő, baszki. Fönn a picsába. Szevasz, papi! Ja, megvettem egy bogarat. Bár ez... Nem tudom mennyire hasznos információ, van egy bogaram. Na, nem itt van a fodrász. Na, De. hárman megyünk a szerelőtelepre, te is jössz? Hát, ja. Merre vagy? Most elugrok fodrász, az meg akarok nézni valamit. És nem tudom. Menjünk, miért? Hát, Oda megyek. ami itt van nálunk. De jó, kösz. Hát akkor menjünk oda, aztán, ja. Majd együtt tovább megyünk. Elvileg bekerült egy haj. Ja, és hogyha megállítanak, mondjátok azt, hogy most megyünk a szerelőtelepre. Jöhet nálam, van egy Amúgy pisztoly, iratok logikus. nincsenek nálam, forgalmém sincs, szóval ez egy Ő. kacsa. Mi van veled, Predator? Én meg nem is ismerlek. Téged be fognak vinni, mint szar. Jó, de nincs is lőszer benne ebben a szarban. Nem baj, Szóval megúrnak, se vagy tudom őket feldugják. lőni. Feldugják a seggedbe bármát.
Mi megijedtünk. Mi van, ja, Predátor? Asztalomat, ember, mi a fasz? Mi van veled, Predátor? Hogy nézel ki, hülye? Jól hajad, ahogy. Aztán, papi, te is úgy nézel ki. De én meg komputer vagyok, ember. Ne. Ó, most már nem. Nagyon jó, fasza. Jó vagyok. Ősz a hajad. Ó, én jó Predátor vagyok én is, ahogy. Á, nem tetszik. De hogy nem. Haló? Haló? Nem tetszik. Nem. Azt mondja, nehogy leved! Esetleg leved. Nehogy levágasson. Igen. Amúgy, várj, van amúgy több? Nincs, ez egy, ami új. De basszus. Hát én most találtam, vagy gondoltam egyet magamnak így hirtelen. És mi lenne, hogyha mi hármunk mondanánk meg, hogy milyen hajad legyen? Hát az baj lenne. Ó, ez ne, mi vagy te, izé? Szűke. Ez olyan amúgy, mint amit... De nem inemes. Azt hát ott. Legjobb. Hogy nézel ki? Most mi van? Hogy nézel ki, ember? Vélem, jó. Legjobb. Menj egyet vissza. Vágyunk. Szüszi. Várjál. Ez. Na, ez. Dehogy is. Ha hogy nézek ki? Tök nagyon jó egyébként. Ezzel a szemüveggel milyen komoly már. Ez igazi szeszi. Vedd le izét, a maszkot. Az, mint egy kis köcsög. Mint egy 5 éves. Mint egy igazi köcsög. Oda néz. Mennyire királyú nézek ki. Nekem jobban tetszett a izé. A 5 éves, óvodás. Ott barna elmények. De mi ez se lesz, ez ilyen izény keménykedős kis köcsög. Az lesz, várjál, csak mindjárt szétdobom a vállaimat. Azt mondja, hogy... Igen. Na figyeld meg, mindjárt olyat fogok, fú te. Letartóztatnak minket, állok. Hú, amúgy engem le fognak tartóztatni, hogyha izényt. Hát, ja, vödös fokozat, mert... Jó, simán át fognak kutatni egyből. Nem fognak azok, nem jó, fognak. Jó, hogy nem zöld ruhával. Hát, amúgy akkor ne foglalják az összes vagyonomat, mert van vagy 40 ezer számlám is. Azt mondani. Jó, nem 40 ezer, de 10-es tagad. Húzzák felfel a gumikhez, és aztán nyúlnak felfele. Aztán átvizsgálnak. Vizsgáljanak. Na, mivel vagyunk itt? Aha. Kihozom. Én amiben ülnék. Kihozom a bogarat, és akkor a bogarat át is fényeztetjük, mert akkor arra kérek forgalmit. Oké. Azt tudod, de komolyan nézek ki. Na jó, ez tényleg jó. Ez tényleg jó. Cseh. Mi hangja a dudámnak? Egy kizé hajó. Kb. Hopp, már pattanok, már hozom is. Jó. Itt van, Beetle, oda nézzetek. Jó, hallottam. Jelzem, kúrán nem mentem bele, nézzétek meg, hogy mennyi hely van ott. Te most rám néztél komolyan, azért. Odafigyelj már, kis csávok, jön. Mi van szerelő tele? Mi van Tony Hawk? Mi van Tony Hawk? Mi van Tony Hawk? Ez a, mi van, ez most nagyon megmaradt nekem. Mi van Dodge? Mi van Predátor? Hogy mész, ahogy fosnod kell? Izon. Izon. Ha nézed már... Izon szar. Be, a legobcsóbb autót akarod izéni le. Vizigáztad. Aha. Megkapja a szép zöldet, meg... Nem tudom, valami szaréhúgyé kapjon valami normális felnit. Legalább szélesít. Az meg. Ezért nem neked kell ezt fizetni, nem ők fognak. Ja, meg is mondom neki, hogy ne elnézést kérje, ha nem fizessél érte. Mi van, szerelő? Egyedül vagy? Azaz. Ezt hangosan mondtam? Hopp! Mi van, Honda Civic? Hello!
Asszik. Biztos még új az autó, aztán nem érzi, hogy hol van az eleje hátulja. Nekem is volt ilyen. Hát igen. Úgy van. Az a duda. Süket. Én is így gondoltam. A Honda Civic. Én nem tudtam, hol parkolni, hát felálltam oda. Mi van, nem minden? Mi van? Amúgy! Baszd meg! Mondtam, na Eminem. Tényleg? Nem 8 mérföldre fogok repetíni, hanem 4 mérföldre. Csontos sok, meg csontos az, az mit keres itt? Én nem tudom. Hát, azok itt ide költözött. Jó, van, te költöztél már ide. Owen Service és csontos kár. Mi van Owen? Mi van csontos? Mi van kár? Airbrush. Egy brush? Tudjunk már is airbrush-t. Lehet a bogára tenni airbrush-t. Mi van GTO? Vagy mi ez? Egy Hemi. Mi van veled Hemi? Látom, nagy lesz a forgalom, mert ki a rendőrök úgy állítanak meg. Tisztelet, tudjuk zaklatni? Tisztelet, jó napot. Jó. Szuper, én hosszú ideig fogom, úgyhogy én kezdeném. Jó van. Melyikkel? Bezártam ezt a szart. Már szerintem látja is az első hibát. Ez nem kicsi, ez nagy. Sőt, már látja mind a két hibát. Ki ez a szép charger? Az első borzasztóan nagy hiba az, hogy ennek egy ilyen okádék piros színe van. Azt cseréljük le, légy szíves, valami zöldre. Szép zöldre. Igen. Na igen, nézzük. A Neonnal ugyanez lesz a problémám. Számlázod vagy KP-s lesz? KP-s. Azt a kurva életben is van itt automata? Ott kint van a bejárat mellett. Azt a szerencsét. Sietek. Most sokat hozzá hallod. Nem vészesek az ára. Na uram, jobban van ez a fajta. Hát ez nem tetszik. Mint bűn. Vagy egy lime green-et tudok még olyan? Hát az inkább. És akkor nézzük egy zöldet? Igen, igen. Aha, alapszínben először aztán egy gyöngyházat dobjunk már rá, légy szíves. Piros gyöngyház? Azt kérne már csak. Már tudod, hogy ezt az autót ki kellett vennem, elfogott a hányinger. Így vette az úr? Én hát sajnos igen. Mármint annyira nem, mert le tudtam alkudni az árát. Na ennyi lett. Ha szabad kérdezni. Azt hiszem 1400, 1600. Na, ez tökéletes. Akkor nézzünk egy zöld alapot. Aha. Mutatom is. Jézusom, de retkes szegény. Amis. Ez... Megtisztítsam előtt? Ja, légy tisztíts már meg, már az úgy még szebb lenne. Nagyon profi az úr, régóta szerelő. 2 napja. Hát mindegy, akkor benne van a vérébe. Akkor van egy ilyenünk, amis zöld, citrus. Citrus, nagyon jó lesz a citrus. Jó lesz? Persze, 18 persze. $18 lesz. Mit szeretném itt? Hát nem tudom, egy felnit cseréljünk rajta, légy szíves, mert ez botrány, ami rajta van. Várjál, van valami másodlagos fényezésünk, és megnézem neked. Bár nem hiszem, csak kiírja. Mi van BMW? De jól néz. Az a rózsaszín. Ah, az. Hoppá. Uram is nem lehet fogadni ezzel a kiránkat. Ez mit szól? Anszár. Ajtókat. Tomi, az jó szerencsét. Ah, látom. Úristen. Azt is tudom enni. Ah, hagyjuk szerintem. Aha. A sportban? Drága. Felni rá, mint maga az autó. Az tény, már maga a fényezés megdobta az árát. $22 egy felni, szóval. Hibátlan. Elég lesz, Nikku. Na jó. Akkor 4-et vegyék. Alakul. Kezd valami formája lenni ennek az autónak. Jó, ez jó kis autó ez. Jó hát. Elvisz ából bébé. Ja, meg valami, ja, a forgalom is kell majd rá, ne felejtsen már. Ez ugye az $500. Elég baj az. Egyet menjünk vissza, Léci. Ez. Aha, ez jó lesz. Akkor ugye kerekítünk azért $20. Nagyon király. 22. Köszi szépen. Na, engedjél el. Nagyon jó. Ennek a máslátot. Rendben van, köszönöm szépen. Begyűröm a kesztyűtartóba. Parancsoljon, és akkor a $500 számlát gyorsan megírom. Ahol nem kezd gyorsan. Amúgy az ajtaján lévő plusz fényezés az ugye nem marad rajta. Gyertek ki, balhé van. Na, hát, ó, Isten, mindjárt leszedem gyorsan. Jó van, köszi. Balhé van. Lehet, hogy ezért. Mi a balhé oka?
kopter megölte a pointit. Nyugi. Jó napot! Oda néz! Jön, hú, de világít! Én szeretnék egy forgalmit erre a Hermesztre. Erre itt? Ezt tudom, hogy mi van, bogár? Nekem meg kell szeretetnem. Jó van, nekem majd tankolni kell. Jó van. Majd valahol dob ki, mert akkor utána már léptek. Ja, igen. Ja. Hello, szerelő! Szép napot! Hogy hívhatom? Eddie. Meg szeretném kérdezni, hogy a bogár le van-e ültetve, mert állítólag full tuninggal vettem át. Hát... magasnak érzem. Sajnos ezt nem tudom megnézni, mert én csak szerelő vagyok még. Ejha. És tuningokhoz még nem nyúlhatok. A francba, Eddie. Akkor majd írok egy pár szép sort, aztán hamar fölemelik majd a megfelelő pozícióba. Hát jó. Köszönöm. Megoldjuk. Tuningmester úr! Már kiadok egy üzítmány. Eddie-nek az előléptetést. Számlát. Eddie-nek előléptetést kell intézni. Hát, igen, igen. Hol a főnök? Megyek oda. És akkor ezt miféleképpen fogunk tudni igazolni? Na, Mizu-e, mi nem? Na, akarom nézetni, hogy le van-e ültetve ez a szar, vagy nincs. Jaaa... Na, hát hogy ott full tuningból vettem. Mi van full tuning? Ez full, full tuningos. Igen, igen, nagyon pötös, köszönöm szépen. Szuper, szuper. 190-nel mentem vele a publiknak. Közben hát is azt mondtam, mert köszönöm szépen. Egyébként sem majd megpróbálj. Az persze. Jó, rendben. Viszlát, köszönöm. Tuningmester! Tuningmester! Nézd már rá, légy szó, le van-e ültetve ez a szar. Hát, innen nézve? Nem. Hát ez az. Az baj, én is ezt vettem észre. Én megnézem, várj egy pillanat. Téged hogy hívhatlak? Márti. Márti? Na, Eddie és Márti. Eddie és Márti, jó. Hát, el kell szomorítsanak. És olyan mi van benne? Mi van benne? Na, figyelj, változatlanos van benne, tehát maxos. Van egy turbód. Igen. Páncélod nincs. Az nem is kell. Az buzis. Motor maxos. A fék maxos. Felfüggesztés nulla. Az nincs rajta felfüggesztés. Nagyon jó. Akkor tegyük már le a porba, léci. Na figyelj, ez az alap. Aha. És akkor ez a max. Mehet. Mennyibe kerül? $200. A picsába, hozom. Mi van ATM? Kár, nincs hozzá valami kis karosszérjelem. 5000-ben magáé, nem veszi meg. Most tuningoltattam, egy vagyonba került. Ne! A büdös kurva anyám. Csak vicceltem. De jó, oké. Jó, oké, akkor rakom is. Lehet hangos volt. Mi van veled, BMW? Nincs ki a négy kereket? Ez ki volt amúgy? Juan Pablo. És ez ki? Ja, hogy ő rendőr volt, ért. Akkor elugdunk egy kórházba. Hogy veszessen már. Ja, meg el kéne menni tankolni. Ahova megyünk. Akkor tankolás, itt van az úgyis túloldalt, meg akkor ránézünk még a kórházhoz, vagy elmenni például, nekem tök mindegy igazából. Elmegyünk. És amúgy kiderült, hogy tényleg fullos az a bogár. Legalább nem a full tuning vagyunk. Ja. Hova megyünk most? Kórházba. Ez mennyivel megy? Figyelj, mennyi meg a felépünk, azt tudád a csúcs. Nem tudom, 170 már? Na, kihúzatjuk, jó? Félek, hogy meghalok. Jó, jó. Mondom. Hozzottam. A szerencsétlenek, bázd meg. Most tudjék a szemzisából, hogy menjek a miénybe. Még egyszer úgy van, asszarod. Szép napot, mit csinálnak, uram? Hát, túl erős volt a fék a... micsoda rajta, uram? Edzésen voltunk. Na jól van, menjünk. Legális. Meg vagytok? Hogy ne lennénk? A parkolást én ezt módosítanám, urak. Azon nyomban, már orvos vagyok is. Köszönjük a figyelmeztetést. Önöknek is. Viszlát.
Megszereltessük? Hát majd a kórház után. Na erre kihúzhatjuk, kihúzhatjuk. Hát én is attól félek. Azt még a másik olyan szó, hogy a izéletéletes mondta, hogy legális. Hát még jó, hogy legális egy baseball ütő. Legális. Ennek van ilyen szar hangja? Jézusom, ne nyomd már azt a szart. Hát ez undorító. Mik ezek a zöld motorok? Keresek egy dokit. Zöld motor? Ja, hú, basszus, nem direkt volt. Na persze. Lerúgjuk? Hát... Yeah. Eldől az meg át, akkor már a másikat is. Annyira tudtam, bazd meg. Bocs, hogy jól vagy, ami nem? Hogy ne lennék jól. Oké. Mi van ütés? Mi van ütő? Mi van jobb horog? Mi van bal horog? Mi van mentő? Mi van vezérkezetedes? Ó. Ők a mentős banda. Mentős banda? Ó. Tisztelet. Nem, nem. Doki néni nem rendel? Nem, a barátnőm nem rendel. Bocsánat. Szállj el kérem az autóban? Ez a felvonulás. Nyisd ki. Hol van papi? Jó van. Az mi? Hát ha ment a autóba. Viszlát. Viszlát. Te hogy mentél be oda? Hát beszálltam én. Mi van mentős? Mi van mentős? Melyiknek a barátnője már a dokinő? A szőkének. Ja. Akkor már nem is kell a telefonszámot. Nézd, előtérbe javítják, hogy megyek javítják, oda. Gyógyítják. Mi van veled előtér? Olyan széles a hátam, vagy a vállam, hogy nem férek át. Faszta, valagad olyan széles. A picsába. Mi van veled előtér? Tetszenek itt a fények. Mint az átosztálya, mi? Ah, az hasonlít hozzá. Szépen az uraim. Hello, oh, ápoló úr. Szép napot. És akkor most mi lesz szabam? Ő ápoló? Lehet, hogy... Nem tudom még mi. Nem tudom. Jó, itt az úr kérem álljon lábra, hagyd nézzem meg. Jó. Mennyire stabil. Szerintem le kell vágni. Na figyelj, mindjárt jobban lesz. Ha használd a harmadik lábad, úgy lesz a stabil. Igni. Kézrátételes gyógyítás. Na, üsítő érzés? Hú, jobb. ez jobb. Valami nagyon jó kenőcsoda. Na. Ebből nem lehet vásárolni esetleg? De, tessék, oda is adom a másik felét, tessék. Ó, köszönöm szépen. De amúgy, ha akar az úr fájdalomcsillapítót venni, azt is tud. Hát, igazából nem nagyon szeretnék. Én viszont élnék a lehetőségem, mennyibe kerül egy fájdalomcsillapító? $100 darab. Akkor hagyom a francba. 85-ért egy az nem kicsit jó többet, nekem. Mint a felét odaadja. Nekem van TB-m, azért mennyi fájdalomcsillapítóját? TB-ért semmi. TB-ért konkrétan magának nem is kell fájdalomcsillapító a TB-m. Akkor ingyenes ellátást kap. És $85-ért mennyit kapok? Igazából ezért nem akarok én is se venni. Életfogytiglant. Ja, nem az, amit tartozik. Jó. Akkor itt magának az úrnak van TB-je? Igen, ma hosszabbítottam meg Teddel. Egyébként Nick Mika nevem, hogyha felkeres. Jó, egy személyigazolványt kérnék, vagy egy jogosítványt. Már is. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Vigyázzanak magukra. Hát... Vigyázom. Ha vigyáznak, nem lenne munkája. Maga ellen beszél. Jaj. Na srácok, mondjál. Hát nekem szerelőtelep. Most jöttünk onnan. Hát de ott volt egy csattanásunk. Hol? Hát amikor belétek, vagy belét szálltunk hátulról. Tényleg. Hello. Egy izzó cserét szeretnék kérni a bogára, mert elütöttem vele egy madarat, aztán betört a búrán. Mindig jön valaki a saját autóban, nincs idősen is fogadott.
Semmi baj. Hát igazából addig örüljön. Mert legalább van munka, nem? Ja, persze, örülök neki. Tegnap vettem, mondom, átnézem, hogy mi a helyzet. Hopp, egy mini. Na. Köszöreljük ezt a kis... Ó, már megint itt a mini Moritz. Ja, ő is ilyen sűrűn járó vendég. Napi ötször. Na, hát akkor lehet, hogy felveszem a versenyt a mini Morisszal, mert lehet én is jövök vagy ötször egy nap. Szép napot, jött a törzsvásárra. Újra? Újra jött? Hát persze. Na, kiszereltem akkor, hozok egy új lámpát, és akkor... Kösz, kösz! Nincs mit. Az megvan, hogy összkerekes a bogár? Aha. Egyébként így. Az úgy kemény. Azt meg legugolok és így nézek be az ablakon tulajdonképpen. Ennyi. Cső. Mi van összkerék? Ah, hibátlan, hibátlan. Jó lesz ez. Ez kik ezek a kékek? Nem tudom, azt néztem én is. Ha mindjárt megkérdezzük. Mind a kettő maszk volt. Milyen srácok, milyen a bogár rátúl, a baj van? Ja, nem, 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 jöttünk érdeklődni itt a kék, kék ruhák ügyében. Ja, jó. Mi a helyzet itt a srácokkal, meg hogy mióta vannak a városban? 1, 2, 3, 4 szélvédő. Fú, nem, fogalmam sincs. Igen, már úgy egy jó 6 hónapja, ha jól tudom. Gyere ide, szervisz. Na, szép. És hogy tetszik a város? Nagyon jó, kedvenc városom. Na hát ezt viszont örömmel halljuk. Ezt mivel foglalkoztok? Nem tudom, hogy járnak szerelni azzal. Igen, igen, pontosan. Szórjuk a pénzt, meg tényleg. Na jó, hát. Kirekasztom a számlát. Neki, neki, neki. Egy lámpától lámpáig benne, benne lennék majd amúgy. Hát is adom, uram. Hát ők lehet, hogy nem. Nem tudom. Aztán vigyázzunk, jó lenne egy nap eltenni, úgyhogy... Jó, majd jövünk egy 20 perc múlva. Igen, igen. Én is ettől félek. Na, srácok, lámpától, srácok lámpától lámpáig. Ti jöttök a minivel, mi meg a izével, bogára. Lehet. Forgalmiba, nem? Áh. Na, forgalmi dob, de ezt léptem őket az utóban. Áh, valahol el kéne őket kapni. Na srácok, indítom majd, jó? Oké, oké, oké. Na, tolassál vissza, és akkor rajta induljatok majd, jó? Mindenki hall engem? Aha. Igen. Szóval akkor, ha mondom, hogy rajt, akkor induljatok. 3, 2, 1, rajt! Megyél! Fasz. Az mit megy, Getz? Nem Getz. Kapjuk el. Ó, már törték is az autót. Kifordultak. 144-nél megrekedtem. 170-nel alig érdemes róla. Nyafogok! Beértem. Gyere vissza. Már megyek is. Az mondjuk úgy kemény. Micsoda? Miért tökömet? Hallod, ezek mennek 200-at. Az király, mégis nyertem. Nincs benne fék abba a kocsiba az a helyzet. Hát ez egy élmény volt. Köszi, köszi. Na, azt meséltek, kik vagytok. Igazából még nem mondunk így még. Egy banda, de ja, igazából kész, kicsi, nagyon. Ja. Az mi a tervetek?
Úgy semmi. És hát igazából úgy nincsen semmi, de igazából felkapaszkodni és egy jól megélhető bandát akarunk csinálni, és igazából ennyi. Ah, szuper. Annyit kéne tudni már így előjáróban, hogy vannak területeik, amik a mi területeink. Úgyhogy ott semmiféleképpen ne legyen kereskedés, meg emberek kifosztása. Kifosztás. Mert először szeretünk beszélgetni és megkérni az embereket, hogy ésszel. Hát tudjuk. Azokon a területeken kívül azt csináltok, amit akartok, arra, amerre akartok, de ha ott vagytok a területen belül, akkor egyszer szólunk, hogy akkor itt ne. Másodjára már nem szeretünk szólni, akkor már inkább a tettek emberei vagyunk. Na, jó van, urak. Egy élmény volt a találka, reméljük ez így is fog maradni kettőnk között. Nem, de. Aztán köszi a versenyt, meg az infót, hogy ez a szar 200-al tud menni. Az enyém 140. Nem tudnák, hogy valaki benne olyat, mert nagyon szeretném elhozni. Amúgy eladó. Na hát, ki a főnök, ki a vezető? Szintén. Ketten. Jó, ti ketten. És hányan vagytok? Mert látom rágyózva. Fú, 8-an azt hiszem. 8-9 között. Na, az pacek. Na, jó van, srácok, szerintem meg tudunk élni egymás mellett, úgyhogy mi nem gátoljuk a ti munkátokat, ti nem gátoljátok a miénket, se az üzleteinket. Természetesen. Na, szuper, ennek örülök. Na, lépünk is, mert nekünk millió egy dolgunk van, aztán majd csacsogunk, ha arról van szó. Jó. Csöcső. Hello, hello. Vezesse, mert meditálok. Publikba kéne menni, legalábbis én oda akarok. Ja, jó, menj nyugodtan, itt hagyom a kocsit. Én is megyek publikba. Na, jó van. Na, hát, skacok, sok minden nem történt, ahogy látjátok. Most ez ilyen város visszaszoktatós időszak számomra, de így mára így ennyi. Bogár megkapta a kis zöld szint. Na jó van akkor. Szép kis felnit. Csöcső. Jó van, pápá mindenkinek. Jó ét. Ja. Már mondjuk nem tudom, minek ezt szemet taglalni itt a színeit meg, vagy a színét meg a kereket, amikor láttátok. Na mindegy. Szóval a város visszaszoktató, nem bírok beszélni. Város visszaszoktató résznek egynek elment. Azt meglátjuk, mit hoz a holnap. Na jó van. Csöcső.